Az elmúlt pénteken a debreceni Civis KK csapatát verte hazai pályán 29 ponttal a Sunshine Nyikse, hétfőn pedig már Tiszakécskén játszottak a nyíregyháziak. Sérülések és betegségek miatt többen is hiányoztak a keretből, így mindössze 7 játékosra számíthatott a szakmai stáb. Ettől függetlenül az első negyedet magabiztosan nyerték a vendégek, a második 10 perc viszont döntetlennel zárult. Fordulás után ismét felpörgette a ritmust a Nyikse, amely a 27 dobott ponttal szemben mindössze 4-et kapott a harmadik negyedben. A folytatás már formalitás volt, végül 44 pontos győzelmet aratott Kovács Tibor együttese. Hosszabb pályafutásom alatt kaptunk mi már ki 6 emberrel, és az ellenfél megjött, 6-an melegítettek, mi 12-en, és mégis vereség volt a vége. Igazából összeszedetten jól játszott a csapatunk, megfelelő komolyságot, megfelelő koncentrációt kértünk az első pillanattól, és nagyrészt így is működött, és az első negyedben már mondhatom olyan előre tettünk szert, ami végig kitartott. A 7 játékosunk mindegyike pályára lépett, kellő mennyiség időt töltött a pályán, részben célunk is volt, mert csütörtökön újabb meccsünk következik, és részben pihentetni is szerettük volna a pályán lévőket, vagy a kevesebbet játszókat, de én úgy gondolom a papírforma alapján is, de a teljesítmény alapján is megérdemelt volt ez a siker. A Sunshine Nyikse csütörtökön rangadót játszik, az évek óta az egyik legnagyobb riválisnak számító Deac 2-höz látogatnak Asztalos Istvánék. Próbáljuk az ilyen ellenfeleket elsősorban futásra kényszeríteni, tehát olyan iramot diktálni a mérkőzésen, ami lehet, hogy az elején még nem, de a játék második felében kiütközhet a különbség. Ha mozgásban tartjuk az ellenfelet úgy támadásban, mint védekezésben, azok a pontosságok, amik az első fél időben jelzik, a dobásokat elsősorban, mert nagyon jó kezű játékosokról van szó, bízunk benne, hogy egy kicsit a gyengébb állóképesség miatt, illetve hát a visszarendeződések a támadásbeli koncentráció miatt a második fél időben már pontatlanabbá válnak, és ezzel szeretnénk élni. Viszont ehhez nekünk is nagyon jót kell teljesítenünk. Az NV2 keleti csoportjának tabelláját a Sunshine Nyikse vezeti 13 győzelemmel és egy vereséggel a 11-2-es mutatóval rendelkező Békés Csabai KK előtt. A Deac 2 10 győzelemmel és 2 vereséggel a harmadik helyen várja a csütörtöki mérkőzést.